Mindenki a fedélzeten. A Fátum Nyíregyháza a női röplabda együttesének kerete teljes. Az elmúlt napokban még történt egy változás. A francia légius ugyanis sérülten érkezett, és nem is jött rendbe, így szerződést bontott vele a klub. Gyorsan kellett cselekedni. Az együttes pedig megállapodott a horvát Maja Burazerrel. A 188 cm magas ütő már a többiekkel tréningezik. Ha valaki nem őszinte, mint ami jelen esetben is volt, hogy eltitkolt sérüléseket, akkor ezt muszáj egy ponton megfogni. Próbáltunk, kapott esélyt, Vettük rendbe hozni, nem tudtuk olyan állapotba hozni, hogy ő, első számú feladó átlóként itt nekünk szerepeljen, mert bármikor bármi történhetett, nagyon rizikós volt az állapota. Hoztunk egy ilyen eléggé kemény döntést, ami ugye mind ránk, mind ránézve ugye kemény volt, mert nekünk is a pont egy átigazolási, egy holt idejébe kellett új játékos találni, neki meg ugye pontosan ugye ebbe az, ugyanebbe az időszakaszba csapatot. De hál' Istennek mi megtaláltuk egy horvát játékos személyében a pótlását. Én gondolom, hogy egy nagyon kellemes személyiség, tényleg nagyon nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, és reméljük, hogy a csapatunknak a, a, a húzó emberre lesz majd. Új játékos a feladóan a TMI is. A korábbi 42-szeres brazil válogatott játékos pályafutása során volt már brazil bajnok, kupagyőztes, dél-amerikai BL győztes, World Grand Prix győztes és U20-as világbajnoki címmel is büszkelkedhet. Örömmel fogadta a nyíregyháziak megkeresését. Még nem régóta dolgozunk együtt, de úgy látom, hogy erősek vagyunk, és nagyon remélem, hogy ez egy sikeres szezon lesz majd. Azon vagyunk, hogy egy nagyon nagy klubot építsünk, mondta Anne Tiemi. A felkészülés a tervek szerint halad, bár a játékos keret alaposan kicserélődött. Mindenki bízik abban, hogy eredményes lesz az együttes a bajnokságban, a kupában és a bajnokok ligájában is nem mindenki mondhatja el magáról, hogy a bajnokok ligájába indulhat. Én személy szerint nagyon várom, mert azért elég nagy csapatok ellen tudjuk majd, bárkit is kapunk tulajdonképpen, elég nagy csapatok ellen tudjuk majd megmérettetni magunkat, és ez, ez azért elég izgalmas. Szeptember 17-től hazai környezetben vesz részt a csapat felkészülési tornán, ekkor kezdődik a Fátum Kupa, mely az országban egyedülálló módon pénzdíjas. A mellett a Balatonfüred, a DVTK Miskolc, az MTK Budapest, az UTE és a szlovák VK Brusnó vesz részt az eseményen. A program szeptember 17-én pénteken 10 órakor kezdődik.